büntethetik azokat az üzleteket, ahol nem biztosítanak megfelelő mennyiséget azokból a termékekből, melyeknek a kormány befagyasztotta az árát. A DK közgazdásza szerint az élelmiszerstop átgondolatlan lépés. Közben a KSH legfrissebb adatai szerint az infláció decemberben is maradt a rekordnak számító 7,4%-on, erre a szakértők sem számítottak. A portfólió elemzője szerint ez további kamatemelésekhez vezethet. Mi egy olyan szabályt hoztunk, ami betartható, és van hozzá erőnk is, hogy ennek a betartását, ha szükséges, akkor kikényszerítsük. Orbán Viktor pénteki rádió interjújában beszélt arról, hogy minden üzletnek elegendő mennyiséget kell biztosítani a vásárlóknak a befagyasztott áru termékekből. Ezt ellenőrizni fogják, és ha szükséges, büntetnek is. Ha nincs ez az áru a polcokon, akkor büntetni fogunk, nagyon, nagyon komoly pénzügyi tételekkel fogunk büntetni, de nagyon remélem, hogy nem szükséges itt fenyegetőzni, hanem be fogják látni a kereskedők és a boltosok is, hát elsősorban persze a nagy nemzetközi láncok, hogy ezekből a termékekből az emberek érdekében megfelelő mennyiséget tartaniuk kell. A DK gazdasági tanácsadója szerint az élelmiszer árstopp következményeit nem gondolták át. Dávid Ferenc ugyanis úgy látja, mindez csak látszat intézkedés a választások sikeréért. Amit most tapasztalunk, az igazolás arra, hogy ez a kormány az elmúlt 12 évben egy teljesen széteső, inkonzisztens, nem összetartó gazdaságpolitikát folytatott, mert egy kormányzás 12 év után hatósági árakkal kénytelen operálni, az igazából a gazdaságpolitikájának a kudarcát jelenti. A privát bankár gazdasági hírportál egy 30 termékből álló minta élelmiszerkosarat állított össze majdnem 15 éve. Havi rendszerességgel ennek ellenértékét vizsgálják több üzletben is. A megfigyelt három áruház átlaga legutóbb 25.333 forint lett. Korábban ekkora összegre soha nem volt példa. Gáspár András szerint az élelmiszer árstopp nem okoz jelentős csökkentést a kiadásokban. Kiszámoltam, ha behelyettesítem a októberi árakat ezeknek a termékeknek az esetében a mi kosarunkban a mostani árakba, a tegnap közzétett árainkba, akkor egy 1,5%-os, közel 400 forintos csökkenést érünk el. Hogy ez most a 25 ezerhez képest sok vagy kevés, azt ugye mindenki maga döntheti el a saját pénztárcájához képest. Közben a KSH közzétette a legfrissebb inflációs adatokat. A novemberi csúcs után a szakértők csökkenést reméltek, ez azonban nem következett be. Az infláció decemberre is 7,4%-on maradt. A kellemetlen meglepetésért elsősorban éppen az élelmiszerek 8%-os áremelkedése volt felelős. Ebben a termékkörben novemberben még csak 6%-os volt az áremelkedés, tehát egyértelműen itt volt egy kiugró árnövekedés. Beke Károly hozzátette, a vártnál magasabb infláció, illetve a még inkább elhúzódó inflációs nyomás azt jelentheti, hogy további kamatemelésekre kényszerülhet a jegybank.